Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk minden héten, kedden és szombaton. A mai esetünk csajok! És fiúk! Szóval, hogy ez az ügy, ami kapcsán nagyon nehéz nem dühösnek lenni. Ezt az ügyet egyébként ti ajánlottátok a figyelmembe. Szallag címeket már előtte is láttam, de már azok is annyira fölhúztak, hogy így nem olvastam el részletesen a történetet. Na de most, hogy így jobban belemélyültem, azt kell, hogy mondjam, hogy készüljetek fel arra, hogy nagyon-nagyon sokat fogok ebbe a videóba. Hát hogy is mondjam, megpróbálom egy visszafogni magam, de nehéz. Szóval Franciaországba fogunk menni, és nem egy sorozatgyilkossal fogunk foglalkozni, hanem Giselle Pélikott és Dominique Pélikott ügyével. Ő itt Giselle, ő az áldozatunk egyébként, az egyik áldozatunk, szeretném ide felhívni a figyelmet, és ő pedig Dominique. Dominique-ról azt kell tudni, hogy remélem kínok kínjával fog meghalni, kb. Ezt tudom róla mondani. Megpróbálom magamat visszafogni, megtalálni a belső nyugalmat ebben az üggyel kapcsolatban. Szóval ők egy házas pár, akik ráadásul 50 éve voltak együtt, amikor kiderült, hogy ez a férfi miket is művelt a felesége tudta nélkül a felesége háta mögött. Na de vágjunk is bele a történetünkbe. Szóval Dominique 1952. november 27-én született, és azt kell róla tudni, hogy nem született egy rossz módú családba, hogy az iskolába olyan közepesen teljesített, egyébként utána ilyen elektrotechnikai műszerész lett, és gyakorlatilag ebben foglalkozott egész életében. Később azt állította, hogy őt 9 éves korában megerőszakolta egy férfi ápoló, amikor kórházba került, de utólag visszakeresték, és abban az időben nem dolgozott ott férfi ápoló, amikor ő kórházban volt. Hogy ő most valamire torzul emlékszik, helyszínre, időpontra, emberre, az lehet. Mert hogy az emberek azt hiszik, hogy a memória úgy működik, mint valami számítógép, vagy mint egy kamera felvevője, hogy akkor te kész, ha emlékszel valamire, akkor az tök pontosan van rögzítve. Ez sajnos nem így van. Az emberi elme sajnos nem így működik. Úgyhogy ezt a fiút megerőszakolták-e, vagy Dominique-ot megerőszakolták-e gyerekkorában, vagy nem, azt nem tudjuk. Az egész biztosra nem lehet tudni. Az emberek többsége azt mondja, hogy valószínűleg nem. Én nem tudom, tehát hogy ezt nem merném ennyire határozottan kijelenteni, hogy vele nem történt szexuális erőszak, viszont az igaz, hogy ő mondta, hogy a szülei fizikálisan az édesapja bántalmazta az édesanyját. A testvére egyébként azt állítja, hogy hát hogy nagyon sokat veszekedtek és kiabáltak és üvöltöztek a szülők egymással, és rondán viselkedtek egymással, de hogy ő csak arra emlékszik, hogy egyszer-kétszer ütötte meg az apja az anyját. Na innen tudjuk, hogy ez viszont igaz. Jó, tehát, hogy egyszer-kétszer megütötte anyát, én csak arra emlékszem, abból tudjuk, hogy itt valójában valószínűleg egy ilyen nagyon abúzív családból jött, de ez, mint tudjuk, nem mentesíti őt a felelősség alól, hogy ő aztán miket követett el. És hát megismerkedik aztán az iskola elvégzése után Giselle-lel, családot alapítanak, születik 2 fiúk és egy lányuk, aztán a történetben, ahol most tartunk, már van 7 unokájuk is, és nagy családi szülinapok, és karácsonyok, és húsvétok, és olyan idillien hangzik az egész, nem? Egyébként Giselle-lel 71-ben ismerkedik meg, és 93-ban házasodnak össze. Amit még lehet tudni, hogy Giselle business managerként dolgozott egész végig, és hogy Dominique nagyon szeretett nagy lábon élni, és nagyon-nagyon sok pénzzel tartozott a testvérének, méghozzá 75 ezer euróval. Ami nagyon-nagyon sok pénz. A testvére egyébként orvos lett, és ami nagyon érdekes, hogy ezt például felhánytorgatta Dominique, hogy mert hogy az ő szülei csak a testvérének az orvosi tanulmányaira szántak pénzt, és hogy csak a testvére volt az, aki a jó fiú volt, meg akivel foglalkoztak a szülők. A tesója máshogy emlékszik erre, de ez mondjuk nem olyan kirívó dolog, mert én azért egy csomó olyan embert ismerek, vagy családot, ahol a két testvér nem pont ugyanúgy emlékszik arra, hogy akár milyenek voltak a szülők, vagy hogy mik történtek. Szóval, hogy ez azért elő szokott fordulni. Minden esetre Dominique-nak ez volt a megélése, hogy az ő öccsével kapcsolatban. Az öccse egyébként tök jó fej volt, mert hogy így nem nyaggatta el vele a pénztartozás, és soha nem fizette vissza egyébként ezt a 75 ezer
eurót, meg most már nem is fogja, de igen. Egyébként volt egy anyagi válság, ami így ilyen anyagi csőd, ami bekövetkezett a család életében, és hogy ezt ilyen hitelbecsődölés kapcsán, és ezt úgy oldotta meg a család egyébként, hogy 2001-ben elvált egymástól Giselle és Dominik, de aztán 2007-ben újra házasodtak. Na de, hogy oda is ugorjunk, ahol az események elkezdődnek, 2020. szeptember 12-én letartóztatják Dominikot, ugyanis egy bevásárló központba rajta kapják azon, hogy lányoknak a szoknája alá hát ilyen kamerát dug be, vagy tudjátok, ahogy így mennek, és próbálja őket lefilmezni. És ezt egy biztonsági őr észreveszi, elkapják, a rendőrök őt beviszik, és hát kihallgatják, hogy mi történik. A táskájába találnak mindenféle eszközöket, tehát ilyen kamerát, meg GoPro-t, meg nagyon sok mindent, amivel ezeket a felvételeket professzionálisan lehet elkészíteni. Tehát valószínűsíthetőleg nem ez volt az első ilyen alkalom, amit csinált. És még óvszert találnak rá egyébként. Amikor megkérdezi, amikor kihallgatják ebben a kapcsolatban, akkor azt mondja, hogy ő még sose csinált ilyet életében. És hogy ez azért volt, mert hogy őt hirtelen elöntötte a vágy, mert a felesége elutazott, és neki hiányzik. Szóval, hogy ez az ember, amilyen mondatokat ki mer mondani ez alatt, az ügy alatt, hogy de szerencséje van, hogy nem velem beszélget, mert hogy így, mi van? Mi bajod van? Na de elengedik, mert hát ugye ez nem akkora vétség, elengedik, de lefoglalják a mobiltelefonját, a laptopját, és még az otthoni számítógépét is, meg még egy iPad-et is lefoglalnak, hogy azokat átnézik, és ő szabad lábon védekezhet. Na és ez az a pont, ahol Dominik megbukik. Ugyanis 20 000 felvételt találnak egy abúzus nevezetű mappában, és itt találják meg többek között fényképeket a feleségéről, illetve videófelvételeket arról, hogy a feleségét öntudatlan állapotba megerőszakolja Dominik, vagy megerőszakolják más férfiak. Ezen kívül találnak fényképet a saját lányáról, találnak felvételeket a két menyéről, a két fiának a feleségéről is készített a fürdőszobában, tehát hogy a zuhanyzójukba elrakott ilyen rejtett kamerát, és abban készített a menyekről felvételt, amit egyébként aztán kirakott a netre. Nagyon okos fiú, tehát hogy tényleg, tehát hogy lehet ekkora féreg? Tehát komolyan. Nem is, hát akkor behívják egyébként Giselle-t, akinek megmutatják a felvételiket, és ő akkor döbben rá, hogy ez a férfi mit csinált vele éveken keresztül. Na és kiderült még a számítógépről, hogy ő egy chat szobának volt a tagja, aminek az volt a neve, franciául nem tudok, úgyhogy nem fogom a francia nevét mondani, de az volt a címe, hogy a tudata, az tudomása nélkül. Tehát valahogy így tudnánk lefordítani. És hogy ez kimondottan olyan férfiakat gyűjtött össze, akik vagy bedrogoznak nőket, párjukat, feleségüket, vagy úgy készítenek róla felvételeket, hogy nem tudnak, utcájárókelőkről, ilyesmikről, nyilvános vécékben, meg amit el tudtok képzelni, és hogy ezek az emberek itt megbeszélgetik, hogy ők milyen ügyes fiúkák, és milyen ügyesek, hogy ezt meg tudják csinálni, és egymásnak felvételeket mutogatnak, egymást bíztatják, ötleteket adnak, hogy ezt hogy lehet jól kivitelezni, hogy nem bukjanak le, és remélem érzitek, hogy így megvan bennem a pumpa, hogy így tényleg, komolyan. Na és hát ugye, mivel megtalálják ezt a chat szobát és ezeket a dolgokat, kiderül, hogy 23 000 büntényt kéne felgöngyölíteni, ami 2021 és 2024 között történt. 23 000. Csak hogy érezzük azt, hogy 23 000-szer történt meg 4 év alatt az, hogy férfiak nőkkel szemben ilyet elkövettek Franciaországban. Tehát egyedül, egyetlen egy országban. És hogy amikor azt mondják, hogy így a nőkkel úgy csinálnak, mintha lépten nyomon őket szexuálisan bántalmaznák, akkor szeretném ebbe az adatba így az orrukat, meg így a fejüket belenyomni, hogy így, tényleg úgy csinálunk, mintha.
Ja. Egyébként az oldal már nem létezik, tehát hogy aki meg akarná keresni, már nem létezik, 2024 júniusában megszüntettek. De egész biztos vagyok benne, hogy van más néven, más gusztustalan hely, ahol ezt csinálják az emberek. Na és hát ami kiderült, hogy 2011 júliusa és 2020 októbere között Gizelt több mint 200 alkalommal erőszakolták meg 72 különböző férfi. Erre is szeretnék egy kis időt hagyni, hogy volt 72 férfi, aki egy 63 ezres kisvárosban, volt 72 férfi, aki örömmel, önként jelentkezett arra a feladatra, hogy egy öntudatlan nőt megerőszakoljon. Erre hagyok egy kis időt. Egyébként az életkor 21 éves volt a legfiatalabb, és 68 éves volt a legidősebb ezen férfiak között. Amit még lehet tudni, hogy 50-et tudtak összesen azonosítani, tehát van 22 férfi, aki mai napig úgy sétálgat köztünk járnak, hogy senki nem tudja, hogy ő az egyik nemi erőszakoló, aki ebben benne volt. És hát hadd ne mondjam, a szexuális szokások nagyon kis mértékben változnak. 2020. november 2-án tartóztatták le végül Dominikot, míg a tárgyalás nem zajlódott le, elkezdődött szeptember 2-án, de most eltolták egy kicsit, mert a veseköve van, meg valami hűgyúti fertőzés lett, és azért kórházba került. Remélem, ekkora köveket kellett neki kipisélni, ezt kívánom sok szeretettel. Egyébként, szóval, hogy amit kell tudni még, hogy szegény Gizelle teljesen szétesett. Én nem csodálom. Tehát, hogyha így egy 50 év házasság után te rájössz arra, hogy akkor még csak 48 éve voltak együtt, rájössz arra, hogy veled mit tett az az ember, akiben elvileg a legjobban meg kellett volna bíznod, aki elvileg téged szeretnie és támogatnia kellett volna, akinek a legnagyobb támaszodnak kéne lenni az életben. Ő neki kéne a biztonsági hálódnak lenni. Ő neki kéne annak az embernek lenni, akire te rábízhatod magadat, az életedet bármilyen körülmények között. És ehhez képest ez a férfi ezt tette a feleségével. Szóval, ott tartunk, hogy Dominik beismeri, hogy bűnös, de olyan mondatokat mondott ki. Azt mondta például, hogy neki tönkretették az életét. Csúnya gonoszak, neki tönkretették, és hogy ennek nem érték, hogy mi értelme van, mert hogyha ez nem történik meg, akkor még mindenki boldog lenne. Ő is, Gizelle is, és folytatódhatna tovább az élet úgy, mint eddig. Érted? Ezt ki meri mondani a száján? Ezt a mondatot? Hogy ő szegényke. Hát, hogy most neki elvették itt az örömét, meg a boldogságát. Szóval, hogy az emberek néha le tud esni az állam, azt kell, hogy mondjam. Egyébként biztos érdekel benneteket, hogy hogy csinálta. Hát úgy csinálta, hogy lorazepámot adott be minden egyes alkalommal Gizelle-nek, általában az ételébe és az italába keverte ezt be. Amikor elkezdte ezt a tevékenységet, akkor először még nem hívott át más férfiakat, hanem azért tette az ő állítása szerint, mert hogy Gizelle nem akart anális szexben részt venni vele, és hogy így legalább sikerült rávenni őt, és hogy akkor ez nem ártott senkinek, hisz hát neki is jó volt, Gizelle-t nem zavarta, hisz nem tud róla. Eszem meg el ettől a hapsitól, de komolyan tett, hogy neked mi majd van ember? Na és aztán utána ezt elkezdte felvenni felvételekre. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy hány nemi erőszak történt, és ezt onnan tudjuk, mert azt viszont vissza tudták követni, hogy mennyi gyógyszert vásárolt egy évben. 200 nemi erőszakról van felvétel, és összesen 450 tablettát vásárolt per év. Szóval, hogy valószínűleg ennél azért sokkal többe számról van szó. Tehát először elkezdi az anális szex miatt csinálni ezt, vagy legalábbis ő ezt állítja, aztán elkezdi felvenni ezeket, hogy maga örömére visszanézegethesse. Aztán megtalálja ezt a chatszobát, elkezdi feltöltögetni ezeket a dolgokat, hogy megoszta a kis barátaival. Hogy mindegyikre szakadjon rá az ég, ezt tudom mondani. Igen, és utána
Utána kezdi azt meg, hogy áthív más férfiakat, így kvázi meginvitálja őket. Ezért pénzt nem kért, és nem fogadott el, hanem ez tényleg így örömből. Na és ennek volt egy forgatókönyve, hogy hogy csinálta ezekkel a férfiakkal. Szóval az volt, hogy a házuktól nem messze lévő parkban kellett várniuk, amíg nem szól Dominik, hogy Giselle kellőképpen el van ájulva. Akkor bejöttek a házba, vagy bejött a házba az adott férfi, levetkőzött ott a konyha bejáratánál, teljesen meszten erre, hogy semmit ne felejtsen ott a hálószobába. Nem lehetett rajtuk parfüm, és nem dohányozhattak aznap, mert hogy állítólag Dominik bevallása szerint Giselle-nek nagyon jó volt a szaglás, és nem akarta, hogy megérezze. Jó, igen. És akkor utána elkövették a nemi erőszakot, ő ezt lefilmezte, a férfi távozott, aki éppen aktuálisan elkövette, és utána Dominik a feleségét lefürdette, vagy megfürdette, hát lemosta, hogy azt se érezze, annak se érezze magán a szagát, meg semmit. És utána felöltöztette, és megvárta, hogy felébredjen. Ami egyébként külön szép a történetben, hogy mindegyik férfit megkérte, hogy ne használjanak óvszert, mert hogy ő azt nem szereti annak a látványát, és hogy volt egy férfi, akinek HIV-fertőzése volt egyébként. Giselle nem kapta el, mert ugye ma már vannak olyan gyógyszerek, amivel úgy lehet kezelni a HIV-et, hogy nem csak, hogy tünetmentes az adott illető, hanem nem is fertőz. Úgyhogy végül Giselle ezt a betegséget nem kapta el, viszont más szexuális úton terjedő betegségeket elkapott, amit sose értett, hogy hogyan, hogy miért, és hogy igen. Tehát, hogy ez nem tűnt fel. Na és akkor jöhet nektek a kérdés, hogy ez hogy nem tűnt fel neki odalent. És az a helyzet, hogy feltűnt, és hogy ment is orvoshoz vele, az orvos azt mondta, hogy nem tudja megállapítani, hogy mitől van neki ez ott lent, ez a diszkomfort érzet, vagy hogy ez mitől alakulhat ki. Dominik azt mondta neki, hogy azért van neki ez a fájdalma odalent, vagy ez a rossz érzése, mert hogy túl sokat cipeli az unokákat. Biztos az. Remélem, a pokolban neki külön bugyra van. Szeretném, nagyon szeretném, hogyha az ilyen embereknek lenne ott. Nagyon. És egyébként Giselle-nek az egészségére iszonyú rossz hatással volt ezek. Elkezdett kihullani a haja. Ugye szedette vele ezt a gyógyszert. Ez egy nagyon erős gyógyszer. Ez egy kvázi altatáshoz használt gyógyszer. Vagy hogy ilyen, tényleg, tehát egy nagyon-nagyon erős gyógyszer. Tehát nem csak az lett, hogy kihullott a haja, lefogyott nagyon, minden akkor a női problémái, hanem ezen felül még a memóriájával is elkezdtek nagyon-nagyon komoly gondok lenni. Például volt egy eset, amikor egyik reggel fölébredt, és azt látta, hogy le van vágva a haja, és elment a fodrászhoz megkérdezni, hogy neki miért van levágva a haja, hogy ő volt itt, és mondta a fodrász, hogy igen, nem emlékszel, tegnap itt voltál. Szóval, hogy ez a gyógyszer nagyon-nagyon leépítette őt, vagy pontosabban nagyon-nagyon komoly hatással volt az ő memóriájára, olyan szinten, hogy még az is felmerült az emberekbe, hogy Alzheimer-kóros. Tehát, hogy volt orvosnál level többször, és hogy még ez a gyanú is felmerült, hogy hát mi van, hogyha ő igazán volt Alzheimer-es. És aztán, amikor egyébként már nem szedette vele a férje ezt a gyógyszert, tehát, hogy amikor ez megszűnt, akkor ez a memóriavesztés probléma sokat javult. De hogy az a helyzet, hogy mentális állapotában viszont ő nagyon, egy végtelenül erős nő, tehát majd az a történetből ki fog még derülni, hogy ő egy nagyon-nagyon erős nő, de na, szóval egy ilyet túlélni, egy ilyenen végigmenni, egy ilyent feldolgozni, azért az nem egyszerű. Egyébként hiába vallotta bűnösnek magát Dominik, még ilyen mondatokat is mondotta a bíróságon, hogy ő nem gondolja, hogy ez nemi erőszak volt, ő azt gondolja, hogy ő semmi rosszat nem csinált, mert csak megkímélte a feleségét a fájdalomtól, azáltal, hogy ezeket a dolgokat úgy művelte, hogy ő nem tudott róla. Ezt azért halljuk meg szépen, hogy ezt hányan is használják kifogásnak, hogy hát én azért hazudtam neked, én azért csináltam ezt vagy azt, vagy én azért nem mondtam el, mert hát nem akartam fájdalmat okozni. Nem, te nem akartál a következményekkel szembenézni. Egyébként abban a percben, és itt kezdődik meg, hogy miért is gondolom ezt, hogy Giselle egy nagyon erős nő, abban a percben, hogy ő ezt megtudta, összepakolt 2 darab bőröndbe, és aznap elhagyta a házat, aznap benyújtotta a válást, és nevet is változtatott.
Tehát, hogy ő fogta magát, és felállt ebből, és azt mondta, hogy akkor az anyádat, és ott hagyta. Egyébként a lányuk írt egy könyvet, amit 2022-ben adtak ki, aminek az a címe, hogy és abba hagytalak téged apának hívni. Azt gondolom, hogy ez nagyon szépen leírja, hogy milyen hatással is volt Dominik, aztán az egész családjára. Egy ízben azt nyilatkozta a lánya, mindig látni fogom magam előtt Davidet, az egyik fiú, aki sápadtan nézett maga elé, és azt, ahogy közben az öcsém, Florian, összeomlott. Ez akkor volt, amikor az édesanyjuk leültette a gyerekeket, és elmondta nekik, hogy mi történt. És ez megint Giselle-nek az erőssége, megint Giselle-nek a végtelen nagy bátorsága, hogy ő, amikor ez megtörténik, fogja a felnőtt gyerekeit, leülteti egy asztalhoz, és elmondja nekik, hogy mi történt. És hát, na, hát nem lettem volna ott azon a vacsorán. Tehát, hogy az ott. Ott azt mindent elvesztenek. Mert hogy ez az egyik legnagyobb baj ebben, amit Dominik nem ért. Hogy nem csak, hogy azzal van gond, amit akkor elvett tőle, hanem visszamenőleg minden meg van kérdőjelezve. Visszamenőleg minden el van véve. Hogy ő milyen ember is volt, hogy ő milyen helyzetekben, hogy volt ott, hogy nem volt ott, mire gondolt közben, mit csinált, tehát, hogy mindent elvett. És egyébként ezt is nyilatkozta egyszer Giselle, nincs többé identitásom, nem tudom, hogy valaha is fölépülök-e. Ugye? Mert hogy ő azt gondolta, hogy itt vagyok, 50 év házasság, van 3 gyerekem, 7 unokám, nem sokára nyugdíjas éveinket töltjük, van egy kis házunk Mazánban, Párizs külterületén lakunk egyébként, az élet szép. És kiderül, hogy nem az. A bíróságon egyébként még ezeket mondta Giselle. A világom szétesett, számomra minden összeomlott. Mindent, amit 50 év alatt felépítettem. A bűn oltárán áldoztak fel, úgy tekintettek rám, mint egy ronybabára, mint egy szemetes zsákra. És egyébként azt mondta, hogy a legfájdalmasabb az volt, amikor a gyerekeinek el kellett mondania. És én ezt el is hiszem, meg is értem. Na de, hogy még ha nem vagytok elég idegesek és felháborodva, akkor elmondom nektek, hogy mit csinált még Dominik. Mert még nincs vége a sztorinak. Még nincsen. Szóval Dominik összeismerkedett ebbe a csetszobába egy Jean-Pierre Marchéla nevezetű férfival, akit bevezetett ennek a rejtelmeibe, hogy ezt hogy is kell csinálni az embernek a saját feleségével, és hogy lejárt hozzá, hogy megtanítsa őt, hogy ezt hogy kell rendesen kivitelezni. Ő is megerőszakolt egyébként a feleségét, tehát Dominik ennek a Jean-Pierre-nek megerőszakolta a feleségét többször is egyébként, de Jean-Pierre Giselle-t nem. Egyébként az kevesebb ideig tartott, mert ott 10 vagy 15 alkalom után a nő egyszer felébredt ebből az altatásból. Ja, igen, és ezt is mondta még Dominik azoknak, akik jöttek megerőszakolni Giselle-t, hogy a fűtőtesten melegítsék fel a kezüket, vagy forró vízzel, hogy ne ébredjen meg Giselle. Mindenre gondolt, ezt nem a szívét. Na igen, szóval, hogy ott itt a Jean-Pierre-nél a feleség előbb rájött, és, de bizonyítéka nem volt, nem tudott semmit se csinálni, és ez a Jean-Pierre egyébként ő is maga is bíróság elé áll, mert hogy a feleség saját maga indította ellen a pert. Aztán 2023. június 19-én benyújtják a 390 oldalnyi vádiratot. Azért nem semmi. 52 gyanúsítottal, Dominik, Jean-Pierre és az 50 másik, akit tudtak azonosítani. Összesen 51-et fognak bíróság elé állítani, mert egy közben meghalt rákba, reméljük nagyon szenvedett. Egyébként vannak köztük tűzoltók, IT-s szakemberek, újságíró, van közte taxisofőr, van közte másfajta sofőr, van közte vízvezetékszerelő, van közte börtönőr, tehát, hogy ezt az 50 férfit elég sok helyről, tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy típus, nem. Nem, ez van értelmiség, nem értelmiség, mindenféle van közte. Egyébként a legtöbb az 50-ből egyszer erőszakolta meg, de van köztük olyan, aki 6-szor, szóval, hogy ebbe is nagyon eltérő, hogy ki az, aki visszajárt, és ki az, aki nem. Egyébként ebből az 50 férfiből
5, nél találtak gyermekpornográf anyagokat, úgyhogy ilyen vádakkal is szembenéznek. 18 van, aki jelen pillanatban ebből az 50-ből börtönben van, leszámítva, mert hogy ugye börtönben van maga Dominik is, és Jean-Pierre is, tehát 18 másik van még börtönben, és a többiek pedig szabad lábon védekezhetnek, de bírósági megfigyelés alatt vannak, tehát van a lábukon ilyen perec, hogy ne tudjanak elmenni sehova. Egyébként, hogyha ennek az 50 férfinak a bűnösségét bebizonyítják, akkor maximum 20 év börtönbüntetés várhat rájuk, de ez a legfelső határ, tehát ennél jóval kevesebbet is kaphatnak. Néhányuk beismerte a bűnösségét, néhányuk állítja, hogy Giselle-nek ez a tudomása volt, hogy őt bedrogozták, és hogy ezt csinálják vele. Ezt nyilván nem tudta senki bizonyítani. Lehet, hogy ezt állította nekik Dominik, én nem tudom, de akkor sem csinálunk ilyet. Egyébként Dominiknak és még pár jó modernnak a ügyvédje el akarta érni azt, hogy zárt legyen a tárgyalás, és hála az égnek, és itt jön be megint, amiért én azt mondom, hogy Giselle egy nagyon-nagyon erős nő, hogy ő volt az, aki kikövetelt az, hogy nem, ez nem lesz zárt tárgyalás. Mindenki tudja. Tudják a neveiteket. Tudják azt, hogy mit csináltatok. Nem fogjátok ezt úgy megúszni, hogy itt szépen, halkan, majd nem tudja senki. Úgyhogy Giselle miatt ez egy nyilvános tárgyalás. Egyébként egész Franciaország szerte voltak szimpátia tüntetések Giselle mellett, és amikor a tárgyaláson októberben levetítették Giselle-nek a felvételeket, és erről akartam egy kicsit veletek beszélni, hogy ez így nem oké. Tehát én nagyon sajnálom, de hogy ezt nem kéne végignézetni valakivel. Tehát egy áldozattal ezt végignézett, és tehát végignézetik vele akkor, amikor a nyomozás zajlik, és utána még a tárgyalóteremben úgy, hogy mindenki ott van, és mindenki látja, végignézetik vele. Tehát, hogy akkor legalább engedték volna meg, hogy kimenjen az időre, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem tudom. Szóval, hogyha így az volt a cél, hogy még jobban traumatizálni ezt a nőt, akkor nagyon ügyesek, okosak, mert akkor tök jól csinálják. Tehát, hogy én nem csodálom, hogy ez a nő nincs jól. És nem csak azért, ami történik vele, hanem ahogy bánnak aztán vele egy bíróságon, ahányszor el kell ezt mesélni, ahányszor szembesülni kell vele. Szóval ne vicceljünk már. Tényleg ennél társadalmilag nem tudunk jobbat. Egyébként van egy rajz arról, hogy Dominik hogy nézte végig. Igen. Néha eltakart a szemét, nem nézett oda. Egyébként aztán ekkor októberben is voltak még Párizsban is szimpátia tüntetések, hogy így mellette vannak, és hogy milyen bátor, és hogy felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi áldozata is van ennek a fajta szexuális erőszaknak. És hát ő még egyszer Giselle, aki azon átment. Nem tudni még a tárgyalás kimenetelét, hogy mennyi időre fogják ítélni az akkor már 72 éves 72, de hogy 70, majdnem 73 éves lesz Dominik. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora büntetést fog kapni. Én szerintem Giselle-nek ez is állt a döntése mögött, hogy azt akarta, hogy ez nyilvános legyen. Ez a tárgyalás, hogy ezek az emberek ne kaphassanak kevés büntetést, és igenis az összesnek a neve meg az arca, csak kerüljön ki. Megérdemlik az összes. Nagyon bátor kisfiú volt az összes ameten. Legyen most is az. Remélem érdekesnek találtátok ezt a történetet, és együtt éreztek Giselle-el, a lányával és a két fiával, tehát hogy nem mindig lehet látni a szörnyeteket. Nem mindig néznek ki szörnyeteknek kívül. Mint mindig, érdekel a véleményetek, várom sok szeretettel a komment szekcióba. Vigyázzatok nagyon magatokra. Sziasztok!